Nagy port kavalt a székelyudvarhelyi közéletben, hogy felmerült a szejkefürdői mini Erdélypark park elköltöztetése, amennyiben nem helyezik mielőbb üzembe az ottani ivóvíz és szennyvíz hálózatot. A polgármesteri hivatalnak márciusig meg kell oldani a helyzetet, jelentette ki Fazakas Szabolcs ötletgazda. Megelégelte, hogy három éve húzódik az Ivo és szennyvízhálózat átvétele, illetve beüzemelése a Szejkefürdőn, így Fazakas Szabolcsa Mini Park tulajdonosa elgondolkodott a létesítmény máshová költöztetésén. Bejelentése sok udvarhelyiben felháborodást váltott ki, szerinte azonban a hálózatok hiányában nem tudnak tisztálkodási lehetőséget biztosítani, illetve locsolni a zöldövezetet, és az ülepítő tartályok folyamatos kitakarítása is jelentős anyag. Rájuk. A régió számtalan történelmi épületének és épületegyüttesének maketjeit felsorakoztató állandó szabadtéri kiállítás ötletgazdája és Gálfiárpát polgármester között már hetek óta zajlik a verbális hadokkapok. Ma azonban sikerült tisztázniuk a helyzetet is, egyetérteni abban, hogy egyikük sem szeretné a Mini Erdély Park elköltöztetését. Ha, ha nem is ha nem is uh, uh, oldódik meg gyakorlatban, de legalább papíron kell lássuk, hogy megvan van oldva. Tehát ez az igére. És én ezt elfogadom. Tehát uh, én nem kötöttünk semmilyen szerződést, én a szembenézés készfogás híve vagyok, és az a, az, ígéret, hogy jövő év március végéig meglesznek a papírok, és utána elkezdik itt ki kell bizonyos munkálatokat, amiket el kell végezni ugye itt a, hát, ahhoz, hogy át tudják venni. A mini erdély park elköltöztetése körül kialakult helyzetet korábban Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester politikai nyomásgyakorlásnak nevezte, és megjegyezte, hogy az elődjeitől örökölt apparátus és a rossz eljárási szokások miatt kínlódnak azóta is a hibák javításán és a rendszer üzembe helyezésén. Hangsúlyozta, hogy a mini Erdély park építkezési engedélyeinek beszerzésében is segítkeztek. Ehhez képest a székelyföldi legendárium vezetősége az építkezés során nem tartotta be az ezekben meghatározott terveket, ezért újat kell kibocsátani, hogy a vállalkozó kiavíthassa a rendszerekben tapasztalt hibákat. Fejtegette közösségi oldalán a városvezető. Ha a javítások megtörténnek, a hivatal át fogja venni a beruházást, ígérte meg Gálfi.